Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jó Brodé, és nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén Mezei Tibort, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget! Észak-Koreával kapcsolatban szeretném kérdezni. Először egy kicsit ilyen bulvárosnak ható hírt hoztam, de mégis szerintem sokakat érdekel, hogy van ennek valóság alapja a hírnek. Rettenetes állapotban van Kim Jong-un. Ezt írják, ugye az Indexen lehetett olvasni, hogy a dél-koreai hírszerzés szerint Kim Jong-un észak-koreai vezető mintegy 140 kg-ot nyom, és jelentős alvás zavarral küzd, tehát az egészsége igencsak romokban van, ugye ezt hosszan kifejtik. Mit lehet tudni egyáltalán az észak-koreai vezetőről, és mennyire tudja a mai modern világban Észak-Korea még hermetikusan elzárni saját magát, oly módon, hogy akár rávonatkozólag negatív hírek ne is kerüljenek ki? Ez egy nagyon összetett kérdés, de megköszönöm, hogyha megpróbál válaszolni rá. Hát kezdjük azzal, hogy a mai világban Észak-Korea tulajdonképpen az az ország, amelyik a leginkább el tudja magát zárni a külvilágtól, és amely leginkább blokkolni tudja, hogy információk kerüljenek ki Észak-Koreával kapcsolatban a nemzetközi szintére. Tehát nagyon sok kérdésben tapogatózunk, tehát például az, hogy pontosan hol tart az észak-koreai atomarzenál fejlesztése. Vannak támpontjaink, de gyakorlatilag minden más országról sokkal pontosabb információkkal rendelkeznek a szakértők, meg általában a nemzetközi közösség. Visszatérve Kim Jong-un egészségére, ez nem egy új keletű probléma, és említette a dél-koreai hírszerzést, tehát ők tényleg a fotókból iszonyatos precíz munkával, azt nézve, hogy mondjuk a karórája, a karján mennyire szorosan van kötve, melyik lukba van berakva, és akkor abból is következtetnek súlyra és egyebekre. Tehát ezek nagyon profi beszélések, és biztosak lehetünk abban, hogy a hír igaz, hogy mármint, hogy 140 kiló körüli lehet a súlya, és hogy bizonyos betegségek gyötrik. Ugye hát azt, amit nem tudunk, hogy ez mennyire súlyos. Tehát korábban is volt már súlyfeleslege, akkor lefogyott olyan 2020-21 körül, most iszonyatosan visszahízott. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez a egészségügyi problémái nem új keletűek, és az, hogy dohányzik, és valószínűleg nagyobb mértékben alkoholt fogyaszt, ez sem új keletű, csak érdekesképpen mondom, hogy az apja is ugyanebben a, hogy mondjam, szenvedélybetegségben küzdött, és hát ő viszonylag azért elért 69 évet, tehát ha most azt veszik, hogy Kim Jong-un most, nem a pontos születési dátumát se tudjuk, de a becslések azt mondják, hogy nagyjából 38-39 éves lehet, tehát azért jó esetben van még 20 éve. De hogyha történne vele bármi, akár egy komolyabb betegség, akkor sem látszik nagyon az, hogy Észak-Koreában ez politikai változásokat hozna. Gondolom, hogy van utódja, vagy ki van szemelve már olyan ember, aki aztán vihetné tovább ezt a fajta politikát. Így van, ez így működött az elmúlt évtizedekben. Ugye emlékezzünk arra, hogy a nagypapa volt az első diktátor Észak-Koreában. Ő 1994-ben meghalt, átadta a stafétát, sőt, hát az országot, így gyakorlatilag egy ilyen feudális monarchiáról beszéltünk. Átadta az uralkodást a fiának, aki 2011-ben halt meg, és akkor 2011 óta Kim Jong-un uralja az országot. Annyiban más a helyzet, hogy nyilvánosan még nem lett kijelölve utód. Tehát ugye az előző hatalomátvétel esetében korábban már évekkel akár kijelölték, hogy ki lesz az utód. Egy Kim Jong-un hirtelen halál esetén azért nem mondom, hogy bajba lennének, lenne egy kis zavar, de itt alapvetően az uralkodó elit biztosítaná a stabil hatalomváltást.
Mi ennek a rendszernek egyébként a titka ön szerint, hogy ennyire stabilan, mondhatnánk, hát most idézőjelbe téve, sikeresen tudja tartani magát? Azért azt talán elmondhatjuk, hogy az egyik legszigorúbb, legkeményebb kommunista diktatúráról van szó. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a világon a legkegyetlenebb és legzsarnokibb diktatúráról van szó, ez egyértelmű. Én két tényezőt emelnék ki. Az egyik az, hogy elképesztő terror sújtja a lakosságot. Tehát az elnyomás az, még a sztáli szovjetunhoz képest is a sokszorosa. És gondoljunk csak arra, hogy mondjuk akinél találnak egy dél-koreai filmeket tartalmazó pendrive-ot, azt kivégzéssel sújtják. Tehát nagyon, nagyon kegyetlen és elnyomó ez a rezsim. Másrészt pedig el kell ismerni, hogy a több évtizedes indoktrináció is meghozta a maga eredményét, tehát a jelenlegi vezető Kim Jong-un, de az ő apja a Kim Jong-il és a nagyapja a Kim Il-sung esetében is olyan elképesztő személyi kultusz alakítottak ki, ami hogy mondjam, épésszel felfoghatatlan. Tehát egy ilyen fáraó típusú kult, a fáraókra jellemző kultusz alakult ki, és ez folyamatosan a lakosságot ezzel terrorizálják, ezzel is folyamatos az agymosás, mindenhol a vezető, illetve a vezető apja és nagyapja szobrai vannak, képei, tehát egy ilyen számukra elképzelhetetlen légkör uralkodik Észak-Koreában. Ugye egy hír alapján egyébként azt is lehetett olvasni, most csak így alátámasztásul, amiket elmondott, hogy nem olyan régen egy 2 éves gyermeket ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre a szüleivel együtt, tehát az egész családot unblock, mert hogy egy Bibliát találtak náluk. Így van, tehát az észak-koreai elnyomó rezsim másik sajátossága, hogy nem egyéni, hanem családi büntetés van. Tehát ha én valami rosszat teszek, akkor nem csak én kerülök börtönbe, vagy én kapom a büntetést, hanem az egész család. Tehát ez döbbenetes, hogy mai napig szintén megint nem rendelkezünk pontos számokkal, információval, de minden bizonnyal több tízezer, hanem több százezer család sínylődik ilyen börtöntáborokban. A család az kire terjed itt ki? Tehát az egyháztartásban élőkre, vagy mennek távolabb is? Az egyháztartásban élők azok mindenképp bele számítanak, és akár olyan lehet az eset is, hogy mondjuk valakinek a testvérét, vagy a nem feltétlenül a nukleáris családot vonják felelősségre, hanem mondjuk a testvérét, vagy a nagybátyját. Tehát ezekre is volt már példa az elmúlt évtizedekben. Na, hoztam még akkor híreket mindezeknek a fényében, ugyanis amellett, hogy ez a szörnyű terror uralkodik ugye Észak-Koreában, és a hírekkel kapcsolatban vannak dezinformációk is, illetve nagyon sok mindenről ugye nem is lehet tudni, csak találgatni lehet. Emellett azért szivárognak ki olyan hírek, amelyek főleg fegyverekkel kapcsolatosan jelennek meg. Általában Észak-Korea egyébként ilyen hírekkel szokott bekerülni a nyugati médiába, és több ilyen hír is látott napvilágot az elmúlt időben. Most egy picit másfajtát dehoztam, például azt, hogy új szankciókat jelentett be Szőul a Kim Suki nevű észak-koreai hacker csoport ellen, melyet azzal gyanúsít, hogy segíti az észak-koreai vezetés műholdfejlesztési kísérleteit, és részt vett Fenyen legutóbbi sikertelen műhold fellövésében is. Ez azért érdekes hír, mert hogy úgy tűnik, hogy Észak-Korea itt a nyugati szankciók meg embargók kellős közepette tud még az űrben is fejlesztéseket végrehajtani. Igen, ez egy érdekes történet. Röviden az a lényeg, hogy tulajdonképpen a 2000-es évek elejéig Észak-Korea még képes volt, sőt, a 2000-es évek közepéig, azt mondanám, elejé közepéig képes volt komolyan illegálisan becsempészni technológiát, felszereléseket, eszközöket, amelyekkel erősíteni tudta ugye a nukleáris programját. Ezt nagyjából a nemzetközi közösség már így leblokkolta, de addigra már, tehát mondjuk 2000,
5-6 tájára, Észak-Koreában az atomtechnológiai fejlődés, ahogy a kutatóintézetek, laboratóriumok, tehát ne felejtsük, az észak-koreai atomprogram az a kezdeteket tekintve egészen a 60-as években nyúlik vissza, amikor a Szovjetunióban képeztek ki észak-koreai atomtudósokat. Tehát a dolog lényege, hogy az elmúlt 20 évben nagyjából hiába van az Észak-Korea elzárva attól, hogy a korábbi módon, illegális módon jusson eszközökhöz, felszereléshez, technológiához. Tehát addigra már 2005-re, addigra eléggé kifejlődött az észak-koreai, hogy így mondjam, nukleáris technológiai szaktudás, hogy tulajdonképpen önerőből is tudnak fejlődni. Úgy önerőből, hogy ez a számtalan balisztikus rakéta kísérlet, amit idén és tavaly is végrehajtottak, ez is annak része, hogy mindig a kísérletekkel, a tesztekkel próbálják tökéletesíteni a balisztikus rakétákat. Az említett hír, amit mondott, ahhoz kapcsolatban meg kell említeni, hogy tulajdonképpen a műhold kísérlet, ami kudarcba fulladt, az is igazából nem az űr meghódításáról szól, hanem az a dolog lényege, hogy a műhold technológia az alapvetően megegyezik a ballisztikus rakéta technológiával. Tehát a műhold kilövés, ami ez esetben sikertelen volt, az lényegében szintén a ballisztikus rakéta technológia fejlesztését szolgálná észak-koreai szempontból. Tehát az nagyon kérdéses, hogy ők valóban fel tudnának kelülni egy olyan műholdat, ami aztán effektíven működne is, vagyis ami azt jelenti, hogy adatokat tudna továbbítani ugye a Földre. Ez nagyon kérdéses, hogy ők itt tartanak-e, de mindesetre ez a műhold kísérlet is, abban biztosak lehetünk, hogy része ennek a ballisztikus rakéta technológiai fejlesztési programnak. Egyébként egy ilyen műholddal mit nyerne Észak-Korea? Arról lehet bármit is tudni, hogy mik a pontos céljaik? Például ezzel a kísérlettel mi volt? Ugye volt olyan cikk, ahol a kém műholdnak titulálták ezt az objektumot, tehát a kémkedés lehet a cél? Hát a kémkedés mindenképp egy vágyott cél, de mondom, a szakértők elég szkeptikusak a tekintetben, hogy Észak-Korea tudna egy valódi teljes értékű műholdat, ugye most ez nem is tudta felbocsátani, mert szétesett, de hogy egyáltalán ott tart-e már Észak-Korea, hogy egy olyan műholdat föl tudna lőni, amelyik ilyen értelemben kémkedni is tudna, tehát hogy adatokat tudna szolgáltatni a földi központban, ez nagyon kérdéses. A magam részéről arra hajlok, hogy inkább itt ez a ballisztikus rakétaprogram része volt ez is. Ez a történet is. Ugye miatt a sikertelen kémműhold indítás miatt egyébként az ENSZ biztonsági tanácsa ülést hívott össze, és megszólalt az észak-koreai vezető befolyásos húga Kim Yo-jong, remélem jól mondtam ki a nevét, és igazságtalanságnak tartja Észak-Koreával szemben ezt a lépést. Egyébként neki, már mint a húgnak, milyen hatalma lehet erről? Lehet tudni valamit? Igen, hát... Ez egy nagyon érdekes fejlemény az észak-koreai társadalomban, illetve a politikai eliten belül, hogy egy vezető, ez az első számú vezető a saját lánytestvérét vonja be a politikába. Az nem precedens nélküli az észak-koreai történelemben, hogy nők, tehát hogy nyilván van a Kim család, az uralkodó Kim család nő tagjai a propaganda részévé váltak, a propagandában, mint csodálatos anyák, csodálatos feleségek szerepeltek. Tehát ez nem újdonság, hogy nőket ilyen értelemben előtérbe hoznak, bár ez egy borzasztóan patriarchális, merev társadalom amúgy északkor, és ezt a diktatúra is erősíti. De ami újdonság, az, hogy Kim Jong-un a húgát lényegében egy ilyen, hát ha nem is döntéshozói, de egy ilyen kiemelt politikai pozícióba hozta, és ez már 2018-ban elkezdődött, amikor éppen a mosolyoffenzívát indította Kim Jong-un, és akkor is a húgának szerepet szánt, de azt látjuk azóta az elmúlt 5 évben folyamatosan, hogy építik a húga imázsát,
és építik, mint egy ilyen komoly politikus, komoly vezető politikus imázsát. Tehát ez szokatlan az észak-koreai, hogy nem történelemben, de úgy látszik, hogy Kim Jong-un valóban komolyabb szerepet szán a húgának, és ennek megfelelően ő gyakran szerepel az észak-koreai sajtóban. Egyrészt, másrészt gyakran ő az, aki kritizálja akár az Egyesült Államok, akár Dél-Korea, akár az ENSZ biztonsági tanácsa különböző lépéseit, és itt is erről van szó, hogy tehát éppen ez egy visszatérő szerep Hook számára, hogy ő az, aki keményen odaszól, mondom, legyen az akár az USA, akár Dél-Korea, akár az ENSZ. Na most van akkor itt még egy friss hírünk, amely Amerikát is valamilyen módon érinti. Donald Trump azzal haragította magára a republikánus párt tagjait, hogy hétvégén gratulált Kim Jong-un észak-koreai diktátornak azután, hogy a távol-keleti országot felvették az egészségügyi világszervezet, tehát a WHO végrehajtó testületébe. Ez a lépés egyébként, hogy felvették, ez mit jelent? Van ennek szimbolikus jelentősége? Hát ez nagyon sokakat meglepett a nemzetközi szintre, hogy miért választották be Észak-Koreát ebbe a testületbe. Ez igazából azt mutatja, hogy a WHO-n belül létezik egyfajta rotáció, hogy mondjuk bizonyos régiókban mindig váltogatják azokat az országokat, amik bizonyos régiókat képviselnek. De magam részéről is különösnek tartom, hogy pont a jelgi helyzetben, amikor fokozódik a feszültség a koreai félszigeten, amikor Észak-Korea folyamatosan balisztikus rakétakísérletekkel provokálja a szomszédét is, meg a nemzetközi közösséget. Tehát ez nagyon-nagyon különösnek tartom, hogy a WHO most egy ilyen döntést hozott. Ebben nem látok bele megvalami őszintén, mert a WHO-val, mint szervezettel nem szoktam foglalkozni, de az biztosan állíthatom, hogy sokakat meglepett a WHO ezen döntése, és még többeket meglepett, hogy Trump valamilyen szükségét érezte, hogy ebből az alkalomból gratuláljon Kim Jong-unnek. Ez egy amerikai belpolitikai szempontból láthatóan nem volt egy annyira sikeres lépés, bár ugyanakkor Trump abba bízhat, hogy olyan nagy mértékben vezeti a republikánus népszerűségi listákat, hogy ez már nem állhat neki, van szeg, ezt gondolta Donald Trump. Nézve itt az orosz-ukrán háborúnak a fejleményeit és az azzal összefüggő geopolitikai változásokat, Észak-Korea számára hozhat-e ez bármit a jövőben? Gondolok arra, hogy itt, ha egy olyan feszültség alakul ki Kína és Amerika között, vagy ugye Oroszország és Amerika között, ahol ennek a térségnek is azért lehet, hogy megnő a szerepe, akkor Észak-Korea abból tud-e politikai hasznot húzni? Abszolút tud ebből. Tehát meggyőződésem, hogyha valamelyik rezsim reménykedik abban, hogy az orosz-ukrán háború és az amerikai-kínai rivalizálásból hasznot húzhat, akkor az Észak-Korea. Ugyanis európai szemmel kicsit furcsának tűnhet, de a Kim Jong-un perspektívájából a hidegháború volt Észak-Korea fénykora. Tehát a 60-as, 70-es évek, amikor mind a Pekingből, mind Moszkvából megkapták a segélyeket, amiből aztán nyilván az uralkodó elit, nem pedig a nép vígan élt, és egyre elnyomóbb rendszert tudta kialakítani a Kim család körüli csoport. Tehát arról van szó, hogy Észak-Koreának érdeke az, hogy minél rosszabb legyen a viszony egyfelől Oroszország és a Nyugat, másfelől meg Kína és az Egyesült Államok között, mert ezt a helyzetet arra használja ki Észak-Korea, hogy a korábbi szövetségi kapcsolatot megpróbálja kialakítani mind Oroszországgal, mind Kínával.
Tehát ahogy úgy mondjam, ez a két tendencia, ugye az orosz és a nyugat közti konfliktus, illetve a kínai-amerikai rivalizás erősödik, ez a helyzet felértékeli Észak-Koreát, mind Oroszország, mind Kína szemében, és azt is láttuk az elmúlt években, nagyjából az elmúlt 5 évben, hogy egyre szorosabb együttműködést alakít ki Észak-Korea mind Oroszországgal, mind Kínával. Tehát gondoljuk arra, hogy Észak-Korea ezerrel kiáll a putyini politika mellett, elutasította az ENSZ-ben, hogy elítéljék Oroszországot, azok közé a 5 ország közé tartott, amely ezt elutasította, minden orosz lépést támogat, beleértve a Donbass Oroszországhoz csatolását. Most szó van arról, hogy esetleg még munkaerőt is küld Oroszországba, hogy a háborús helyzetet segítendő, ez még egy folyamatban lévő dolognak látszik. Másfelől meg azt látjuk, hogy 2021-ben megerősítették azt az egyezményt Kína és Észak-Korea között, amely a barátságról, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezményt eredetileg 1961-ben kötötték meg, és 20 évente megerősítették, és pont 2021-ben erre a megerősítésre került sor. Tehát ez is azt mutatja, hogy Kína számára felértékelődött Észak-Korea jelentősége, és persze még nincs itt az a fajta új hidegháború, amiről már azért a publicisztikában olvashattunk, de ha valakinek, akkor Észak-Koreának pont ez az érdek, hogy legyen új hidegháború, újra legyenek tömbök, és abban Észak-Korea nagyon jól érezné magát. Na hát meglátjuk, hogy hogyan folynak az események. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és számítunk majd a szakértelmére a közeljövőben is, hogyha történik valami olyan említésre méltó, amiről érdemes lesz beszélnünk. Mezei Tibor, Magyar Külügyi Intézet kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!